Sziasztok, egy új sorozatot szeretnék elindítani, nem más, mint a sörkóstoló, és a Drehernek a Gold változata került először terítékre, amely hát a leírásból tisztán árfamonátából készül, 1954 óta egy bizonyos receptből, 5%-os alkoholtartalommal, fél liter kiadásban. És ami érdekes, hogy árfamonát a komló és komló kivonat van benne, és egy csomó sörben nincs, azt hiszem, komló kivonat. Vagy komló. De az, hogy mind a kettő, az ugye ritka. Egyébként ezen kívül nincs benne kukorica, hála a jó égnek. Azt írják, hogy Driher Gold kukorica gríz nélkül, hát milyen korábban azzal volt, tehát ez bírom, egy csomó sörnél oda, hogy kukorica gríz nélkül, az írják oda, mert egyrészt nagyon sok olcsó sörbe elrakta, másrészt nagyon sok ilyen nagymárkájú sör korábban, vagy akár egy kicsit kisebb márkájú, például azt hiszem a Hofbräu, kukoricagrízt is rakott be, és utólag kiadtak új kiadásban végre kukoricagríz nélkül, ami alapnak kéne lennie, tehát kizárólag árpamalátából, kristálytiszta vízből és kétféle komlóból készül, tehát valószínűleg ezért jelölték a komló kivonatot. Ennek köszönheti kellemesen keseny és karakteres ízét és aranyló színét. Láthatjuk az értékeket. Tesó is van benne. Dreher Antal, ugye róla van elnevezve, sokan nem tudják, hogy Dreher az ugye egy vezetéknév volt. Úgyhogy a dizájnja az lehetne egy kicsit jobb is. Kicsit megpattintom. Szerintem. Jaj, ezt akartam. Ezzel a kamerával, nem, vagy a mobila nem a legjobb a helyzet. Nézzük a habját, hogy milyen. Na most kételsen egyébként nem üvegpohárban láthatjátok, mert műanyagban. Nem ennyire látszik így, de a habja az olyan kicsit nekem olyan felemásnak néz ki. Az íze egyébként nem rossz, tehát ezt tegyük hozzá. Hozzá kell tenni, hogy kicsit van benne egy kis édeskés íz is. Komlót is lehet érezni, de nem annyira erőteljesen, mint mondjuk egy ipában. De közben nem egy olyan hagyományos Dreher kiadás, mint az alapkiadás, vagy egy Löwenbräu, ami tök gyenge sör tényleg. Tehát érdekes, nehéz ezt nektek megmondani, hogy mert most ittam először ilyen goldot. De egyébként már régóta el akartam ezt indítani. Van benne egy kis keserűség, de én utóízben, tehát utólag érződik. Eleinte van egy kis édeskés íz. És érzed a komlót, meg a malátát, de a színe egyébként, hát nem mondanám aranyló sárgán, most hogy lehet, hogy annyira nem látszik a zöld pohárban, de nekem ez nem annyira arany sárga, mint amit leírnak, tehát ez inkább marketing szöveg nekem. Ízre nem rossz, de ez itt a My Off sörből van. Hát 10-ből arra olyan 7-est adnék körülbelül. Kicsit még beleöntök. Nem tudom, a habja is olyan fura, nem tudom, ti így gondoljátok-e. Ugye most ez nem pohár, de fura a habja. Hát hogy néz ki? Na mindegy, egy 10 per 7-est adnék. A íze nem elég markáns, annak ellenére kétféle komló van benne. Kicsit érződik, de ennél sokkal jobb sörök vannak ilyen szempontból. A habja az egyáltalán nem tökély számomra. Színe ugyan sárga, de nem eléggé. És
és hát az ára egyébként még viszonylag olcsó volt, most olyan 260-70-ért adtam valami, ma már olcsónak számít, sajnos az infláció a sörüket is elérte, és még fogja egyébként. Van még kis keserűség, de nem sok, ez viszont pozitívum, mert én nem szeretem a keserű sört. Főleg az, ami ilyen műv, ilyen keserű, és túl keserű, túl van tolva. Na, ez nem olyan. Szóval én 10 felületet adnék neki. Nem a legjobb sörök egyike, de ez riható, főleg ebben a dögmelegben. Úgyhogy... Úgyhogy tudom nektek ajánlani. De azért van ennél jobb sör is. Na hát ez volt az első sörkóstolónk. Legközelebb is találkozunk. Már van betöltve pár másik. Addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!